Tánc után pedig a Józsa András Múzeumba invitáljuk a kedves nézőket, Dohanics László a vendégünk, jó estét, illetve nem csak a Józsa András Múzeumban, megszoktuk már, hogy a Károlyi gyűjteményt is ajánljuk, és hát hál' Istennek nagyon sokszor beszélgettünk a múzeumról a tavalyi esztendőben, de hát fantasztikus kiállításokat szerveztetek. Az élet azonban nem áll meg egy-egy jól sikerült esztendő után, ugye? És hát a név kötelez, ebben az évben is gondolom, hogy igyekeztek különleges dolgokat csinálni, különleges kiállításokat. Már most ugye láthatjuk a jégkorszakot, illetve holnap is, vagy már ma megnyílt egy új tárlat. Mesélj. Így van. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ma nyitottuk a Múltunknak a jövőre, jövőknek című kiállítás, amit tulajdonképpen egy 2018-ra visszanyúló kamarakiállítás sorozat, ami azt mondom, hogy nagy sikerrel zajlik, mert olyan néprajzi, történeti és művészeti kiállításból gyűjtöttünk anyagot össze, ami eddig nem volt kiállítva. Most a levelezés története került napirendre, azt mondom, hogy érdekes, izgalmas, és azt mondom, hogy mindenkinek ajánlani tudom. Most tart a jégkorszak kiállítás, ami szerintem egy pakoli nagy sikerrel bíró kiállítás. Ez a Magyar Természettudományi Múzeumnak a kiállítása, a vándor kiállítása, és már február végéig regisztrálva vagyunk arra, hogy osztályok, látogatók, csoportok kívánják ezt megtekinteni. Tehát azt mondom, hogy igen, mozgalmas az évünk, sőt szeretnénk mozgalmasabbá tenni, mint a tavalyi 2018-as évet, mert ahogy befejeződik március 31-én a jégkorszak kiállítás, utána jön a Szórabír csontok című kiállítás, ami azt mondom, hogy egy antropológiai kiállítás, ami azt mondom, hogy megint izgalmas lesz minden szempontból. Gondolom, hogy nem csak úgy el lesznek szórva a csontok, tehát ugye ismerve titeket mindig van valami különleges kerete a kiállításnak. Igen, lehet valamit erről elárulni? Lehet, igen, mert az, hogy mellette az, hogy a csontokról meg lehet állapítani, hogy éppen női vagy férfi csontmaradvány, vagy éppen milyen kort élt meg az a hölgy vagy úr, mellette az rekonstrukcióra is sor került, tehát a földi halandótól kezd egészen a királyokig lesz kiállítás, ilyen repro. Tehát azt mondom, hogy igencsak izgalmas kiállításra lehet majd szert tenni, és mondjam azt, hogy az egész évünk erről szól, mert a múzeum most, ahogy a koncepció össze lett állítva, hónapról hónapra meg fog újulni, és egyre több kiállításunk, egyre izgalmasabb kiállításunk lesz. Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ugye itt is rettenetesen sok technikai vívmány segíti már a ti munkátokat, akár egy kiállítás szervezésben, akár a régészek életében is. Maga az ásás az lehet, hogy az megmarad a régi, hiszen ugye itt nem lehet óriási gépekkel dolgozni, mert a leletek azok bizony sérülékenyek. De mégis szerinted hogy lehet elképzelni mondjuk 50 év múlva egy múzeumot? Mennyire lesz digitális mondjuk, vagy mennyire kell, hogy megmaradjon tényleg a történelem olyannak, ami ennek és a tárgyaknak tényleg vitrinekben kiállítása? Erre azt mondom, hogy most példa a jégkorszak kiállításunk, mert ez a kiállítás digitál, tehát azt mondom, hogy interaktív, tehát mondjam azt, hogy belevonja a látogatót, a nézőt abba, hogy ne csak nézzen, hanem egy kicsit úgy benne is mozogjon és élje azt, ami a kiállítás anyagokat tartalmazza. Tehát számunkra is azt mondom, ezért kínáljuk ezt a kedves látogatóknak, ez a jövő. Gyakorlatilag én pedig azt hiszem, hogy Nyíregyháza teljesen versenyképes a világ bármelyik más hasonló városával. Kik a példák, mondjuk melyik múzeumok, hova mentek ti tanulni, vagy kinek a honlapját fürkészett kíváncsian? Hát mondjam azt, hogy tulajdonképpen most, hogy a múlt évünk az több mint 60 ezer látogatót, sőt azt mondom, hogy 65 ezer látogatót bírt el, ez egy pokoli nagy létszám. Ez az kellett, hogy olyan támogatói, illetve olyan kiállítási anyagot tudjunk megvalósítani, ami érdeklődésre ad számot, és vonza a város, megye, az ország, és az országon túli múzeumbarátokat is. Az, hogy mit szeretnénk? Hát azt mondom, hogy per pillanatban azon vagyunk, hogy ezt übereljük. Ezért van az, hogy egyre több olyan kiállítást tervezünk, amit tulajdonképpen vonza az embereket, illetve az, hogy nekünk a mai, tehát ebben az évben az elképzelés az, hogy a Szinyei Mersepál kiállítás lesz megint az, ami egy
mondjam azt, hogy attrakciója lesz ennek a kiállítás sorozatnak. Nos, hát akkor érdemes a honlapot böngészni és regisztrálni, hogy nehogy lecsúszunk valamiről. Köszönöm szépen, Laci, kellemes hétvégét. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, a Weekend első részében ennyi program és érdekesség fért bele, hamarosan folytatjuk a második résszel, amiben majd Lár Andrással beszélgetünk, maradjanak velünk.